ökumenikus istentiszteletet tartottak Kartalon, a katolikus templomban. A házigazda Tamás József apát plébános mellett részt vett a misén a református, az evangélikus és a baptista felekezet lelkésze is. Az ökumenikus istentisztelet része volt az egyetemes imahétnek, amelyet a keresztények egységéért hirdettek meg. Az ökumenikus imahét mai napjára rendelt zsoltárt, a 139. zsoltárnak az első 12 versét olvasom most föl. Karmesternek Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek orcád elől? Lelked elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Értek testvéreim, és így helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk imádságban Istenünk megszólító szavára. Urunk Istenünk, mindenható Atyánk, valóban szeretnénk neked hálát adni, és a te szent nevedet dicsőíteni ezen a mai estén is. Olyan sok minden van, ami ember és ember közé állhat, de köszönjük, hogy te azért küldted el erre a világra a te fiadat, Jézus Krisztust, hogy lebontsa elsősorban, első renden azt a falat, amelyet közéd és magunk közé építettünk, de ezáltal lebontsa azokat a falakat is, amelyeket ember, a másik ember és maga közé épít. Olyan fájdalmasan tapasztaljuk, amikor ezek a falak családokat szakítanak szét, vagy választanak szét, de legalább ennyire fájdalmas az, amikor keresztény testvérek közé épülnek falak. Urunk, szeretnénk most ezen az estén a te igéd fényében és a te szent lelked erejét kérve valóban közelebb kerülni egymáshoz. Olyan jó azt megtapasztalni, Urunk, hogyha valaki hozzád közelebb kerül, az a testvéréhez is közelebb kerül. A hívek meghallgathatták Tóth Rita orgonaművész és Magyar Kuti Nóra énekes műsorát. Lőrincs Csaba evangélikus lelkész János első leveléből idézte az Isten igéjét. János apostol fogalmazza meg a lényeget, hogy aki azt mondja, hogy Krisztusban van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan Krisztus élt. Ezért is választottam ezt az ige szakaszt, mert elég egyértelmű tanítást ad arról, hogy hogyan is éljen a keresztény ember. Az evangélikus énekes könyvünkben talán más felekezeteknél is van ez az ének, nem ismerem a többiek ének kincsét, de a 440-es énekünkben erről hallhatunk, keresztények vagyunk, mert Krisztus neve rajtunk. A mennyföld Istenét Urunknak vallja ajkunk. De Istent Urunknak hiába nevezzük,
ha parancsolatát egyszer s mind nem tesszük. Keresztjének vagyunk, ez úgy lesz igaz nevünk, ha a bűnt megvetjük, s úgy élünk, amint hiszünk. Nem szereti Krisztust, aki még bűnt szeret, bárha viseli is a keresztény nevet. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindannyian értjük világosan ennek az éneknek a szövegét. Értjük azt, hogy a keresztény szavunk, ami összeköt minket a mai napon, mindazokat, akik itt vagyunk, eredetileg Krisztus nevéből származik. Krisztiánosz, először Antiochiában nevezték így Krisztus Urunk követőit, azt mondták, hogy ezek a hívők olyanok, mint Krisztus. Maga ez a szó azt jelenti, hogy Krisztushoz hasonló, hiszen amikor látták ezeknek a hívő embereknek a példás életüket, akkor azt mondták a körülöttük élők, hogy hát ezek az emberek olyanok, mint Krisztus. Úgy viselkednek, mint Krisztus. Azt gondolom, testvérek, hogy bennünk mai keresztényekben is ott lehet a vágy, hogy bárcsak erről ismernének meg minket. De jó lenne, ha ránk is ki tudnák mondani, hogy ezek úgy viselkednek, mint Krisztus. Hogyha a többi ember látva a mi életünket, a mi viselkedésünket, felismernék bennünk Krisztust. Az aszódi Csengei Gusztáv általános iskola gyermekkórusa is énekelt a misén. Tamás József apát plébános a jó útra térésről is beszélt. Egy tanúságtevő embertől hallottam a minap, hogy egy alkalommal egy késő estében nyúló az örökvárosban, Rómában programként számukra adott helyszínről haza kellett, hogy találjanak késő este. És egyszer csak észrevették, hogy eltévedtek. Fogalmuk sincs, hogy hol járnak, hol van a szálláshelyük. És valamelyiküknek eszébe jutott, mondjunk el egy miatyánkot. És mire elmondták, szinte csodálatos módon, ahogy mondta, megkönnyeztük. Mert az a 40 másodperc, ami idő alatt elmondták a miatyánkot, fölvilágosította őket. És mire vége volt, már tudták, hol vannak, és hogyan jutnak haza. Ennek a hétnek csodálatos személyei ragyogták be közösségeinket, akikre emlékezhettünk. Mindjárt a hét elején IV. Béla királyunk lányára, Árpádházi Szent Margitra, aztán később Batthyány Stratmann Lászlóra, Szalézi Szent Ferencre, ma pedig Pál apostolra fordítjuk tekintetünket, figyelmünket. Mindnyájan megtalálták életük értelmét, amikor a kereszténységet választották, és ennek eredményeként nagyon sok embert tudtak jó útra vezetni, mert fölmutatták a maguk jó útra térését. Mind a négyen, ki tudja hány ezerszer és ezerszer imádkozták el azt az imát, amire Jézus tanított minket. Sőrés Attila baptista lelkész úgy fogalmazott, sokféleképpen szólt hozzánk a héten a mi Istenünk. Sokféleképpen szólított meg, szükségünk is volt rá, hogy az együttlétek, igazi értékek legyenek számunkra. Ma, amikor hallhattuk az ige hirdetésben, hogy képmutatás nélküli, őszinte hittel
dicsőítsük Istenünket, hogy Krisztus hasonlóvá legyen a mi életünk, ez minnyájunk vágya. És tényleg együtt Krisztushoz tartozva hogyan lehet? Csak úgy, ahogy az egyik énekünk mondja, a bárány Jézus vérét Istenünk rajtunk látja, életünk sok vétkét szíve megbocsátja. Ennyire ezen a vonalon valóban mind egyek lehetünk. És milyen értéke volt, mondhatnánk ezen a héten, vagy az elmúlt időszakokban az ökumenikus alkalmaknak. Hiszem azt, hogy kettős értéke lehet. Az egyik, amiért minden alkalommal megtartatik, hogy egyre közelebb kerüljenek egymáshoz a különböző felekezetek, és testvérkezet nyújtsunk. Hiszen az egyik dolog, ami áldás lehet, hogy le kell hullni olyan dolgoknak a felekezetek életében, amelyek akadályozzák azt, hogy Krisztusban egyek legyünk. Mint ahogy a gyümölcsfát megszokták metszeni a száraz ágakat, a helytelen dolgoktól, ami Urunk szeretete által, ha hagyjuk magunkat, akkor megtisztogat, megmetszi a mi életünket. Nagy szükségünk is van rá.